Az árkát kezelő felületének ismertetése. Ebben a filmben bemutatjuk az árkát program kezelő felületét, szerkesztő ablakának a felosztását. Megnézzük a menük, a pontos és gyors tervezést segítő ikonok jelentését és használatát. A képernyő felső kék mezőjében látjuk, hogy milyen fájlnevet használunk, és hova történik a mentés. Zárójelben megjelenik az aktuális szerkesztő ablak neve is, ahol a tervezést végezzük. Azonos a szint nevével, amely egyben a szerkesztő ablak neve is, és az ablak bal alsó sarkában is látható. A program ablaka a következő részekre bontható. Főmenü és ikon eszköztár. Tervezési ablak. Szerkesztő ikonok. Koordináták sora. Dialógus sor. Nézzük végig ezeket. Főmenü és ikon eszköztár. A felső két sorban foglal helyet a főmenü és az ikon eszköztár. Az ikoncsoportok tartalma részben átfedi a főmenülistáját. listáját. A program első indulásakor a képernyőn látható ikonok kerülnek a felső sori ikon eszköztárba, de ezeket megváltoztathatjuk. Ennek menete az, hogy a felső sori ikonok fölött az egér jobb gombjával meghívjuk a szerkesztését kiszolgáló dialógust. Egy-egy ikoncsoport a menü nevére kattintással kikapcsolható vagy visszakérhető. a csoporton belüli ikonok is szabályozhatók a személyre szabások segítségével. A menü neve kiválasztása után a kívánt ikont a felső mező bármelyik csoportjába húzva kibővíthetjük az ikonkészletet, onnan a tervezési ablakba húzva pedig kivehetjük az ikonokat ezek szabadon variálhatók, és maguk a csoportok helye is szabadon mozgatható. A főmenü 9 csoportba szedve tartalmazza a parancsokat, a beállítások és ablak menüpont kivételével mindegyikhez tartozik ikoncsoport. Megjegyezzük, hogy általában egyszerűbb és gyorsabb ikonokkal elérni a műveleteket. Nézzük meg sorban a menü elemeit és az azokhoz tartozó ikonokat. File A fáje menüben új terkezdése, tervmegnyitások, mentések vannak az első csoportban. A következő csoportban importálás más programokból, export műveletek más programok felé, például DXF fájba is lehetséges. majd a nyomtatások nyomtatóra vagy közvetlenül PDF fájlba nyomtató beállítások kezelhetők. A file menü tartalmazza még az árkád által exportálható anyaggyűjtéseket. Ez utóbbiban fontos elem a BIM Export, vagy a táblázatkészítés, amely Excel által kezelhető fájlformátumban exportálja a tervben felhasznált elemek mennyiségi adatait, és ez utóbbival gyorsan elvégezhető a költségvetés készítés. Itt vegyük észre a helyiséglista készítésének lehetőségét is. Szerkesztés menü az első és harmadik csoportban a szokásos Windows szerkesztési parancsok, mint például másolás vágólapra, beillesztés, stb. találhatók. A transformáció csoportban tükrözések, forgatások, sokszorozások érhetők el. Ezek mindig a kijelölt elemekre vonatkoznak és történhetnek másolással is. A következő csoportban a falak, ablakok, ajtók, primitív rajzelemek szerkesztési parancsai vannak felsorolva. Ezek a baloldali ikonokkal is hívhatók. Tervez menü. A tervez menüben a szerkesztéshez használható parancsok vannak felsorolva, csoportosítva és ikonjaikkal jelölve. A kiválasztás csoportban a kiválasztás kék nyílnak a lenyomása után a tervezési ablakban található elemek közül választhatunk ki. A négy kis nyilattartalmazó ikonnal a kiválasztott elemet tudjuk a klaviatúra nyilak segítségével, centiméterenként, vagy a Shift tartásával méterenként mozgatni. A mozgatást a négyes nyíl ikon újra lenyomásával véglegesítjük. Az illesztéspont és illesztési vonal ikonokkal segédpontokat és segédirányokat vehetünk fel, amelyek a szerkesztés során a rajzolandó elem iránytartásában segíthetnek. Ezek a terv mentésével kimentésre kerülnek. Ugyanakkor kijelölve azokat, törölhetjük is. A kis lakattal rögzíthetjük a kiválasztott elemet, és az mindaddig nem mozgatható, amíg azt meg nem szüntetjük a lakat kinyitásával. A többi elem megegyezik a felső sori ikonjai használatakor legördülő baloldali ikonok funkcióival, így mindkét helyről hívhatjuk azokat. A blokkok parancs segítségével a létrehozott blokkokat tudjuk kezelni. Nézetmenü. Ebben a csoportban tudjuk a szintek és a fóliák kezelését meghívni. A szintek kezelése emellett meghívható a bal alsó sarokban látható pluszjelű ikon lenyomásával, illetve a felső sori csoportjában található pluszjelű ikonnal is. A fóliák kezelése a listából, illetve az ikonjával vagy Ctrl plusz F által hívható meg. A dialógus bal oldalán a fóliák jobb oldalán az elemek állapota állítható. Meghatározhatjuk, hogy láthatóak legyenek 2D-ben, 3D-ben vagy nyomtatásban. A kislakattal pedig mozgathatóságukat adjuk meg. Bal oldalon a teljes csoportra, jobb oldalon a csoporton belül a konkrét elemre adjuk meg ezeket a tulajdonságokat. Tehát például a tartószerkezet 2D láthatóság kikapcsolásával minden elem eltűnik az alaprajzról, míg a tartószerkezetek, falrétegek 2D kikapcsolásával csak az ezen csoporton belüli falak rétegei tűnnek el. A program felkínál egy fóliarendet, amely tovább bővíthető. Minden elem egy beállított fóliára kerülhet, amelyet a beállítások, elemfólia összerendelések dialógusban állíthatunk be. Például a falak, ablakok, stb. a tartószerkezeti fóliákhoz vannak besorolva, de ezeket megváltoztathatjuk. Az automatikus fólia kiosztásokat a beállítások aktuális fólia rögzítése bekapcsolásával megszüntethetjük. Megjegyezzük, hogy nem praktikus ezt tenni, mert utána nem tudjuk csoportosan kezelni az elemeket. A szintfóliák segítségével az aktuális szintre felkérhetünk más szintek megjelenítését. Erre sokszor szükség van, hogy lássuk a szintek kapcsolatát. Az illesztéseknél kérhetjük ezekhez az illesztést, így pontosabb lesz a szintek közötti szerkesztés. A következő csoporttal kibekapcsolható az ott felsorolt elemek láthatósága. A háló a szerkesztést segítő rács, amelynek mérete, stílusa a beállításoknál állítható. Az egér koordináták, az egér mozgásának adatait a referenciaponthoz képest kísérő információs ablak. Kiválasztott elemek esetén az elem adatai láthatók benne. A Ctrl plusz Alt együttes használatával a kis ablakra kattintva itt is módosíthatjuk a kiválasztott elem adatait. A koordinátarendszer a bal alsó sarokban jelzi a koordinátarendszer irányát, és ez kapcsolható ki, be. A dialógus pozíciók elmentése, bekapcsolt állapota esetén minden dialógus megőrzi a tervezési ablakon belüli helyét, és ott lesz látható a továbbiakban. Az eszköztárakkal a felső ikoncsoportok megjelenítése állítható. A lista többi eleme a nagyításokra vonatkozik, lehet tervméretre, kiválasztott elem méretére, sa többi nagyítani. A képernyő frissítése F6-tal is kérhető. Beállítások menü. Ennek a csoportnak nincs külön ikon csoportja. A kezdeti értékek által a rajzolandó elemek dialógusai hívhatók fel, és beállíthatók tulajdonságai. Ez megegyezik a kisfüzet ikon használatával. Minden elemhez kialakíthatunk gyakran használatos típusokat, ezeket alapértelmezetnek más-más néven elmenthetünk, és ezután gyorsan válthatunk közöttük. A kezdeti értékek alsó mezőjében az alapbeállítások menthetők, visszatölthetők, törölhetők, az alapbeállítások elmentése, alapbeállítások betöltése és a kezdeti értékek törlése segítségével. A lebegő dialógusok pozíciói is visszaállíthatók, a lebegő dialógusok újrapozícionálása segítségével. Ez utóbbit például olyankor használjuk, mikor a képernyő felbontása megváltozott, és néhány dialógus emiatt nem jelenik meg, mivel a felbontáson kívül van a régi pozíciója. Például kialakítunk egy gyakran használatos 30 cm vastag falat 15 cm közegyapot szigeteléssel. Ezt elmentjük, a rájellemző 30 cm per 15 cm közegyapot néven az alapértelmezett készletbe. Ekkor kikerülnek a regisztrációs bejegyzések közé az adatok, és így ez a beállítás használható lesz a továbbiakban. Ezek után a fal ikonoknál a kis nyílra kattintva a név kiválasztásával válthatunk a leírások között, és ezzel felülírjuk a fal dialógus adatait. Az éjszakjel iránya dialógusban megadhatjuk annak irányát. Ezt a 3D figyelembe veszi például napozási látványtervek, filmek készítésénél és a vonalas rajzoknál, az ablakok azonosításához használt nevek kialakításában. A szerkesztők menüpont alatt az árkád alapkészlete bővíthető, új srafozási minták, rétegek, gerendák, béléstestek vagy blokkok kezelhetők. A tartószerkezeti kontúr használata bekapcsolásával a falak rajzolását a fal dialógusban beállított vonalstílussal a szerkezet, illetve a falon levő réteg között váltja. A lista többi elemével sokféle tulajdonságot állíthatunk be, ezeket a többi filmben a használatuk során megismerhetünk, most csak párat emelnénk ki. Az automatikus mentés segítségével annak helyét, gyakoriságát állíthatjuk. Az automatikus frissítés biztosítja a verzión belüli frissítések letöltését. Ehhez a dialógusban meg kell adni a megrendelési számot. A frissítést mindig a program elindításakor ellenőrzi a program. A fenti két automatikus lehetőséget célszerű használni. 3D menü. A 3D szolgáltatások hívhatók általa. Ezek segítségével helyezhetünk el kamerákat a filmkészítéshez, és hívhatjuk meg annak elkészítését. Eszközök menü. Az árkát kiegészítő moduljai hívhatók innen vagy ikonjai által. Ezek a 3D modeller szimbólum tervező, az ablak, ajtótervező, a terepszerkesztő, a lépcsőtervezők, a tetőtervezők, a fedélszéktervező és az úttervező. Ezek használatát külön filmekben mutatjuk be. Ablakmenü. Az ablakmenüben látjuk, hogy hány ablakban helyezkedik el a tervünk és a vonalas rajzaink. Az épület minden szintje külön ablakban rajzolandó, ezért egy új szint létrehozása egy új ablaknyitását jelenti. A 3D modul vonalas rajzait át lehet küldeni a 2D szerkesztőnek, ezek is mind külön ablakokban jelennek meg. Sugó menü Innen vagy az F1 funkcionális billentyűvel hívható meg a sugó help. Itt kezelhető a szoftver engedélyezése, a frissítések tartalmáról is itt olvashatunk. A névjegyben ellenőrizhetjük a felhasználói adatainkat. Tervezési ablak a tervezési ablakban történik az épület szintjeinek alaprajzi megrajzolása, az ehhez használható könyvtárak meghívása és alkalmazása. A mecceti és a 3D által készített vonalas rajzok további kidolgozása, továbbá rajzlapok esetén a rajzok rajzlapra emelése, pecsétek kidolgozása és kezelése. Az ablak nagyjából kitölti a teljes képernyőt, ebből további helyet foglalhatunk le a könyvtárak kezelésére. A könyvtárak készlete kidokkolható a tervezési ablak jobb felén, ezzel biztosítjuk azok állandó helyét. A kidokkolás a könyvtár felső mezőjének megfogásával és annak jobb oldalra húzásával történik. Ennek megszüntetése pedig a kis X bezárásával. Az ablakok alján látható a nevük, azaz a szintek, vonalas rajzok vagy rajzlapok neve. A kis plusz jellel a szintek kezelése hívható fel. Itt kérhetünk a következő szint rajzolásához új ablakot, ezáltal új szintet. A szintek magassága a plusz jel alatti mezőben látható. Szerkesztő ikonok. Az illesztés opció a rácshoz és a már megrajzolt elemekhez biztosítja az illesztést. Kibekapcsolásával a beállított illesztéseket hatástalanítjuk, illetve érvényesítjük. Koordinátarendszer forgatása. Segítségével a koordináta elforgatható. Ezt megtehetjük a szög megadásával, vagy egy irány megrajzolásával. Lépésköz és irányvezetés Az ikonokkal befolyásolhatjuk, hogy milyen lépésközzel mozgatjuk az egeret, és az elemet milyen irányba rajzoljuk, például valamivel párhuzamosan, rámerőlegesen, stb. Vetítési módok ha egy szerkezeti elemet meghatározott irányba, például valamivel párhuzamosan akarunk felvenni, végpontját a vetítési ikon által meghatározott pontba helyezhetjük el. Felosztási módok. A terven elhelyezett szerkezeti elemekhez felosztási jelzéseket kérhetünk. A jobb gombos menüben rögzíthetjük az osztáspontokat. Többféle módszer közül választhatunk. Vonalstílus állítása. A lebegő dialógussal lehetőség van a szerkesztés alatt álló elemek vonalstílusát állítani. Kiválasztható a vonal típusa, vastagsága, színe. Fóliák. Fóliák segítségével követhetjük, hogy melyik fóliára rajzolunk. Naplózás A naplózás ikonnal a dialógusban információt kaphatunk a programról, a tervünkről, hogy sikeres volt-e a betöltés, az esetleges hibákról, stb. A szint melletti info, figyelmeztetés, hiba állításával nézhetjük meg az információs szintek tartalmát. Ha hibás a terv beolvasása vagy szerkesztés közben hiba lépett fel, a ment segítségével kimenthetjük a logger állapotát, illetve a küldés segítségével e-mailben elküldhetjük azt a technikai szolgálatnak a tervünkkel. Évgenerálás Sokszög rajzolásakor éveket tehetünk a sokszög közé az ikon segítségével. Forgatási ikonok A forgatható elemek, mint az oszlop, szimbólumok, lépcső, tető, terep, forgatható az ikonokkal, azonosak a plusz-mínusz használatával. A forgatási szögértéke a mezőben látható. További információért látogasson el honlapunkra, https.designsoft.hu, www.arcade.biz. www.designsoftware.com